Szevasztok, ez itt az Aaron Channel. Most ennek a hosszú nyaralásnak a második napi vlogját fogom elmesélni nektek. Ez már itt az ötödik nap. Na szóval. Az úszótábor, az úszó tanfolyam reggel 9-kor kezdődött. Odafele találkoztunk egy selejtezett Icarus 260-essel, amit ugyanaz az Icarus 200, az Icarus 260-as selejtezett busz volt, ami a BKK, vagy mi az MVK híralóban is benne volt. Mire vége lett az úszótanfolyamnak, még azért maradt egy kis időnk, hogy csináljunk valamit. Én rögtön a vízi csúszdák felé vettem az irányt, de ott egy akadályba ütköztem. Ugyanis a kék anakonda és a sárga családi csúszdának lőttek. A három csúszdából egy helyen, egy csúszdán lehetett csúszni. Az nem más volt, mint a narancssárga kamikáze csúszda. Ez volt a leggyorsabb csúszda a zöld strandon. És lecsúsztam rajta. Aztán délután felé elmentünk egy fagyizóba. Azt láttuk, hogy három kisgyerek a patakban játszadozik, és lefelé, ahol játszottak a gyerekek, ott van egy ilyen kis keskeny lépcső levezetve a patakhoz. És egyáltalán nem volt ott szülő. Az egyik, vagy az lehet, hogy meglúgtak otthonról, vagy pedig az a másik, hogy már felügyelet nélkül is önállóan tudnak játszani a patakban. Az is lehet, hogy ezt csak én reagálom túl. Lájkold és hozd meg a videót, és ne felejts el feliratkozni!